víz megáldásával kezdődött 2016. január 6-án 11 órakor a Nagyváradi Székesegyházban Urunk megjelenésének ünnepén a Szentmise, amelyet Böcskei László püspök mutatott be. Az újonnan megáldott vízzel hintette meg a főpásztor a Szentmisére összegyűlt híveket, a megszentelődés és a megtisztulás jeléül. Az Epifania Domini, azaz vízkereszt ünnepén Jézus Krisztus istenségének megnyilvánulására fordítjuk figyelmünket. A napkeleti bölcsek látogatására, Krisztusnak a Jordán folyóban való megkeresztelésére, illetve a kánai mennyegzőn végbevitt első csodára. A Szentmise bevezető gondolataiban Böcskei László megyéspüspök, amint a karácsonyi ünnepkörben már több alkalommal tette, ismét a pásztorok útrakelését helyezte előtérbe, ezúttal összehasonlítva ezt a távoli földről érkező bölcsek útrakelésével. Az év eleje a családlátogatások és házszentelések időszaka is egyben, ezért a szentelt víz, amit otthonainkba viszünk és magunkra hintünk, Isten szentségének a jelei. Ezt a szentséget akarjuk tiszta életünkkel elfogadni, ezt a szentséget szeretnénk tovább sugározni az emberek felé és a világba is, fogalmazott a főpásztor. A víz már az Ószövetségben is a megújulásnak, a megtisztulásnak ugye a jelképe volt, az Új Szövetségben még inkább a keresztségünkre emlékeztet. Azonban vízkeresztkor a megszentelt vizet híveink haza viszik lakásukba, őrzik tisztelettel, sőt ezzel a vízzel szenteljük meg a környezetünket is, a lakásokat, a tárgyakat, amelyeket használunk. A megyéspüspök arra is kitért, az isteni irgalmasság rendkívüli szentévére való tekintettel minden plébánia kapott egy zászlót, melynek logója Istennek az emberrel való találkozását jelképezi. Azt ábrázolja, hogy maga Jézus, mint a megváltás művének beteljesítője, vállára veszi a gyenge és roskadozó embert, a sötétségből a világosság felé viszi. A két arc összesimul, szemük összekapcsolódik, tulajdonképpen két arc látható három szemmel, hiszen az egyik szem közös. Isten és az ember közös szemmel szemlélődnek, az ember Isten szemével, Isten pedig az ember szemével is láthatja a világot. A liturgikus zenét a Székesegyház ének és zenekara biztosította Kristófi János karnagy vezetésével. A Szentmise végén a hívek az újonnan megáldott vizet vihették magukkal otthonaikba.